Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jöjjön egy kis Nova bemutató a Warframe-ben. Mit lehet megtudni erről a nagyon érdekes fejű női karakterről? Elsőre azt, hogy Európán lehet megszerezni a Nama nevű küldetésen a Raptor nevű bosstól. Egy rohadtul macera egy boss, főleg hogyha ilyen kis tapasztalatlan fejjel futsz neki az egésznek, mint ahogy mi is tettük anno. Hát rettenet sokat killoltunk vele, aztán behívtuk az egyik OP ismerősünket, azt elintézte nekünk. Na, úgyhogy Nováért elmenni akkor érdemes, amikor már egy kicsit OP vagy, már egy kicsit OP a lövőfegyvered leginkább is, mert ez a Raptor azt csinálja, hogy a levegőben röpköd bombákat szór rád, és a pályán gyakorlatilag előle csak egy menekvés van, van egy rész, ahol be lehet így menni a föld alá, van egy ilyen kis alagút rendszer, és ott van az egyetlen menekülési pont ellene. Mit érdemes hozni Raptor ellen? Lokit mindenképp. Akinek van Loki, az Lokit hozza, mert láthatatlanba tudja lőni. Novát amúgy meg Voltot, vagy Meget, vagy valami ilyesmivel le lehet győzni igazából, de meg végül is meg annyira nem, mert armorja van, nem shieldje. Egy Loki talán az egyik legeffektívebb, egy Rhino esetleg tud effektív lenni egy kezdőbb szinteken, és erős lőfegyver. Lőfegyver már röpköd is lőni kell, de tényleg erős lőfegyver kell neki. Macera boss egyébként, de megéri a fáradalmakat, mert a Nova egy nagyon jó karakter egyébként, sok szempontból is. Azt kell mondjam elsősorban róla, hogy csapatjátékos, és csapatjátékokra érdemes elvinni. Viszont attól függetlenül kicsit olyan, mint a Volt, egyedül is képes jól helytállni, hogyha netán beülne a krak, és ez főként az ultimate képessége miatt van. Úgyhogy rá is térnék a képességére. Ja, amúgy van neki egy Prime változata is, nem sokkal néz ki szebben, mint maga az eredeti, úgyhogy én úgy döntöttem, nem megyek a Prime változatra. Képességére rátekintve, első képe a Null Star, hát ilyen kis golyók kezdenek el keringeni körülötte, amik kb. 200-at sebeznek, és gyakorlatilag nem tudom, hogy nekiütköznek az ellenségnek, mint ilyen minibombák, aztán jobb esetben megülőket, rosszabb esetben nem, de inkább csak alacsony szinteken effektív ez a képesség. Oké, a második képessége az Antimatter Drop. Na most ez egy ilyen érdekes képesség, az az igazság. Ez is 200-at sebez, viszont ez, ha hozzáér valakihez, akkor még sebez. És gyakorlatilag sebzést is nyel el az ellenféltől. Nem egy rossz képesség. Egérre lehet irányítani, úgyhogy csak óvatosan vele. És talán ez az egyetlen baj is ezzel a képességgel, hogy egérre lehet irányítani. És amikor arra használnád, hogy mondjuk kilősz kettő ilyet és elfutsz a felébe, akkor nem érnek célt ezek a kis golyók, úgyhogy ha megszabadítanák az egér irányítástól, és automatice érnének szélt ezek a kis golyók, amik amúgy tök nagyot robbannak, és elég hatékonyak ahhoz képest, akkor sokkal hatékonyabb lenne ez a képesség, de igazából nem annyira effektív, vagy annyira nincs annyira rendben ez a képesség, hogy folyamatosan gyakorlatilag használjad, vagy nem tudom, nagyon körbe vagy véve ellenfelekkel, amikor tényleg nagyon gázon, de olyan ritkán fordul elő abból a szempontból Warframe-ben, hogy nagyon közel vannak az ellenfelek, és nagyon körbe vagy véve, amire ez megtörténetigre úgyis elesik a Warframe-ed, és így nem tudsz olyan, tehát igazából ez a képesség nem annyira nagy szám, az az igazság, de gyakorlatilag a trükkje ennek a második képességnek az, hogy ha kilövöd, akkor belelősz a fegyvereddel, mondjuk valami olyan fegyverrel, ami elég erős, mit tudom, és nagyobb robbanást fog okozni ezzel a gömbbel, mert így elnyeli a sebzést, tehát belelősz a fegyverre, elnyeri, felrobban, bum. Szóval nem tudom, ha van egy optikorod, akkor ezt ezzel el lehet játszani, vagy szerintem gyakorlatilag egy pár fegyverrel, ami erősebbet sebez, belelősz a gömbbe, felrobban. Csak macera idő, és el kell találni ezt a gömböt. Ez a probléma vele.
lehet vele trükközgetni, de nem az igazi. A harmadik képessége az egyik olyan képesség, amire számíthatsz, hogyha például szólozol a Novával, és ez a Wormhole, tehát egy ilyen teleport kaput nyit gyakorlatilag, és össze-vissza tudsz vele teleportálni, kiváló menekülési helyzet nem csak neked, a társaidnak is, és gyakorlatilag mindenféle szorult helyzetből ki fogsz tudni jönni a Novával, mert elképesztő képesség amúgy, és tényleg érdemes használni, tehát gyakorlatilag 16 másodpercig tart, úgyhogy kihúzod ezt durationre, kihúzod egy kicsit a stretch-el, tehát range-re, területre, és már is nyertél egy akár 75 méteres kaput is, hogyha szükség van rá, hanem többet, és nagyon jó, könnyen át lehet vele haladni a pályákon, szinte észrevétlenül ki lehet menekülni szorult helyzetekből, nagyon hatékony egy képesség, azt kell, hogy mondjam. Az utolsó képessége gyakorlatilag az egyik leghasznosabb, amúgy ugye a Warframe világában is egy rettentően hasznos ultimate képesség. Ez a képességen, ami igazán lehet számítani, hogyha szólózol a Novával, de olyan szinten hatékony, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt kipucolsz vele egy termet, és akkor így várt fél órát, hogy na majd jön a következő hullám. És ugyanez van defense-en is, nagyon hatékony defense képesség. Mit csinál ez a képesség? Ellövöd, és mindenki belassul. Van neki egy augment mondja is, rátérek arra, attól mindenki begyorsul. Az se rossz, például, hogyha nem akarsz unalmas 100-körös defense-eket végigmenni, akkor egy gyorsítós novát, ahogy szokták ezt mondani, hoznak, és akkor gyorsan kijön mindenki. Van egy mesa körülötte, és akkor mindenkit lezúznak. De ugye beszélgessünk az eredeti képességéről, a lassításról. Mit tud ez a lassítás? Ereje van neki, 800 azért plusz kétszeres multiplier, robbanási rádiusz is 30%-ban lelassítja az ellenfelet, úgyhogy gyakorlatilag mondhatni azt a kétszeres multiplierre, hogy valami ilyen 1600 körül sebez, ráadásul hullámban sebez, tehát ha egy ellenfél felrobban, a közelében lévők is felrobbannak, és gyakorlatilag elképesztően OP képesség emiatt, a robbanási rádiusz is 10 méter, 35 méter, tehát alapból 35 méteren hatékony, ezért, hogyha egy stretchet beraksz, hatalmas nagy termeket töltesz meg ezzel a lassítással, és ezzel gyakorlatilag szabályosan feltartasz bármilyen hadsereget. Nincs olyan szint, ahol ne lassulna be az ellenfél, tehát minden szinten hatékony és hatalmas védekező erőt jelent. Ezért is például a Raid-re, a Law of Retribution nevű küldetésre a Nova az egyik alapkarakter, amit viszünk a crowd control miatt, mert belassít mindenkit hatalmas területen, és ugye ha arról van szó, hogy meg kell ölni valakit, a környéken lévő összes ellenfél felrobban, hatalmas képesség, nagyon durva, és ez képessé teszi a Novát arra, hogy egyedül helyt álljon bárhol, de vigyázz vele, mert a survival-t játszol, és elsütöd azt a képességet, és a környéken lévő ellenfeleket kiírtod, de a távolabbiakat, akiket nem látsz, belassítja, na aztán keresgélheted, hogy hol van az ellenfél. És komolyan pillanatok alatt így leáll a játék, mert ugye azok az ellenfelek, akik más szobákban voltak, sosem fognak odaérni hozzád, hogy leölhessd őket, úgyhogy a legjobban tényleg el lehet vinni, végülis el lehet vinni Survivor-re, el lehet vinni Spy Mission-ökre, nagyon jó. A szint az mindegy, tehát magas szinteken is helyt áll a Nova konkrétan. Defense játékokra tökéletes, főleg amikor már sokadik wave-nél jártok, nagyon körbevesztek például egy Infested, nagyon körbevesztkezően rád rohannak, Piff, Nova, lassít, többiek intézik, és pillanatok alatt letudsz egy kört, ezért Novával megkérném a játékosokat, hogy kicsit észre játszanak, mert a Nova az egy ész, nem kell hozzá sok ész, de nagyon egyszerű karakter, és gyakorlatilag mindenki azt csinálja, belépnek a játékba, például elindul egy új defense kör, és már is elsütik az ultiukat, és ott vársz fél órát arra, hogy beérjen az a nyomorult ellenfél, és megöl. Szóval Novával úgy gondolom, úgy érdemes játszani, hogy
Például egy defense, hogy jön az ellenfél, hogy jön az ellenfél, hadd spawnoljanak be jó sokan, hadd spawnoljanak be jó sokan, és mikor már majdnem a seggedben vannak, akkor ellövöd az ultidat, és egy csapásra, tehát gyakorlatilag kb. Egy golyó kilövésével megölsz egy egész hullámnyi ellenfelet. És ez a baj sokszor a Nománál, hogy a játékosok arra, rögtön elsütik az ultid, mert para van, mert jönnek az ellenfelek, ne, hagyd egy kicsit, jöjjenek közelebb, akkor süsd el az ultit, és hirtelen ki tudsz ölni nagyon sokat, és hatékonyabb és élvezetesebb is úgy a játék, mert hatalmas robbanások keletkeznek. Modolást tekintve a Nománál viszonylag régi builden van, de hatékony, én amúgy is csapatjátékra használom. Nova nénét, Continuity, Vitality, Stretch, Constitution, Intensify, Streamline, Natural Talent és Flow, Energy Siphon pedig az Aura modjának. Nincs benne forma, nem éreztem szükségét, hogy forma legyen benne. Teljes mértékben jó ez a build, csapatjátékra viszem gyakorlatilag, és nekem tökéletesen megfelelt ebből a szempontból. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!